Sziasztok! Már megint itt a hétfő, ezzel együtt az IGN Start is, melyben végigmegyünk a hét legfontosabb filmes, sorozatos bemutatóin és játék megjelenésein. Továbbá hozunk néhány érdekességet a The Medium című játékról, aztán még a hét kérdéseit is megválaszoljuk. Essünk neki! Mivel a mozik továbbra is zárva tartanak, a heti filmes betevőnket ezúttal is a streaming szolgáltató kínálatában kell keresnünk. A Netflixre érkezik a Carey Mulligan, Ralph Fiennes és Lily James főszereplésével készült ásatás, melyben egy régész a II. Világháború elején váratlan felfedezést tesz egy temetkezési hely feltárásakor. Nem kalandfilm, inkább melodráma. Az Apple TV is drámázást kínál. A Palmer című filmben Justin Timberlake egy börtönből frissen szabadult fickót alakít, aki akaratlanul is a szárnyai alá vesz egy 7 éves fiút, akit lányos viselkedése miatt zaklatnak az iskolában. Az HBO Max-re pedig befut az Ördög a részletekben című thriller Denzel Washingtonnal, Jared Letoval és Rami Malekkel, melyben két rendőr próbál lefülelni egy sorozatgyilkost, közben pedig előkerül néhány démon a múltból. No, ez a film nálunk moziban is lesz, ha egyszer végre kinyitnak. Ami a sorozatokat illeti, tovább robog a jégapokalipszisben a Snowpiercer, amely immáron Sean Bean-nel erősít, és természetesen a WandaVision is új része jelentkezik, amely a közreműködők szerint új perspektívából közelíti meg a sorozatot, meg amúgy is tátva maradt tőle a szánk, úgy legyen. Akik némi rettegésre vágynak, azok kifejezetten eseménydús hételé néznek videójátékos fronton. Az elkövetkezendő napok legjobban várt címe természetesen a The Medium lesz, ami kizárólag Next Gen Xbox konzolokon és számítógépeken hozza ránk majd a frászt, az utóbbi platformon reméljük nem csak a gépigényével. A lengyel Bluebird Team nem kezdő a műfajban, hiszen a Layers of Fear és a Blair Witch is az ő szaktudásukat dicséri, így a dimenziók között utazó és az ezekben garázdálkodó rémségekkel akár harcolni is képes Marianne kalandja igazán vérfagyasztónak ígérkezik. A PlayStation és a Switch tulajdonosok sem maradnak para nélkül, ők a PC-n már egy ideje elérhető túlélő horrort, a Silver Chains-t kapják meg, amiben egy elhagyatott ház sötét titkát kell felfednünk, de persze, hogy valami ijesztő rohadék kerget majd minket közben, hogy ne nyugiban oldhassuk meg a logikai fejtörőket. Január elején az utolsó pillanatban elhalasztották a magyar Neocore Games legújabb játékának, a King Arthur Knight's Tale-nek a korai hozzáférésű debütálását, de most már nincs visszaút. A héten elindulhatunk, hogy a körökre osztott harcokkal operáló szerepjátékban felszabadítsuk a rémségek uralta Avalon birodalmát, természetesen a kerekasztal lovagjaival. Aki PS konzol hiány eddig még nem merült el a japán alvilágban, az a héten érkező Yakuza Remastered Collectionnek hála végre ezt is kipipálhatja, ugyanis számítógépen és Xbox konzolokon is elérhetővé válik a Yakuza 3, 4 és 5, méghozzá egy kicsit feljavított változatban, szóval nem kevés őrült móka vár ránk. Ha már úgyis a The Medium a hét legnagyobb megjelenése, akkor elküldtük a jó Gerátot, hogy hozzon pár érdekességet a játék kapcsán, ami egyébként az első Next Gen horror játék lesz, amit már 2012 óta tervez a gárda, olyannyira, hogy anno még Xbox 360, PS3 és Wii U konzolokra jelentették be, ám az új generációs masinák megjelenésével tudták csak realizálni terveiket a fejlesztők. Az Xbox Series konzolok SSD meghajtója kulcsfontosságú volt ilyen szempontból, mert az immerziót így nem törik meg a töltési idők, a nagyobb teljesítmény a film szerű külső nézetes látványvilághoz, míg a ray tracing a borzongató atmoszféra megteremtéséhez volt elengedhetetlen. A játék vizuális stílusa egyébként egy kimondhatatlan nevű lengyel művész disztopikus szürreális művei alapján formálódott. Szóval tényleg igazán egyedi hangulatra számíthatunk, és reméljük felér majd elvárásainkhoz. Most pedig lássuk a hét kérdéseit, első körben a gyors kérdéseket, rövid válaszokat. Van valami nagyobb projekt az IGN Hungary-nél? Igen, addig szugaráljuk Gabe Newell-t, amíg be nem jelenti a Half-Life 3-at. Zalus, mint fehér Gandalf, vagy inkább Smélagold, esetleg Gimli? Smélagold, ő valami felnőtt filmes színésznő? Mikor várható Disney Plus itt Magyarországon? És eddig miért nem volt? Elvileg az év második felében érkezik, és remélhetőleg azért nem volt idáig, mert mindent le akarnak szinkronizálni. Zalusba van nyomkövető csip? Állítólag az majd a vakcinával együtt jön. Mit gondoltok, a Star Wars széria tovább nyomja a Rey történetét, vagy egy új sztorival rukkol elő? Reméljük most már valami újjal állnak elő. Kicsit uncsi már, hogy a messzi-messzi galaxisban mindenki mindenkinek a rokona. A hét tényleges kérdését Vadernek köszönhetjük, aki az iránt érdeklődött, hogy szerintetek a Star Wars univerzumát a képregények vagy a sorozatok által lehet jobban bemutatni. Egyrészt most indult el a Star Wars The High Republic című könyvsorozat, amely a Galaktikus Köztársaság fénykorában játszódik, amikor is a Jedi rend prosperált, a peremvidéket pedig még épp hogy elkezdték felfedezni.
játszani. Nagyon szeretnénk, ha ezt a korszakot tévésorozatok és esetleg filmek formájában is feltárnák, mert az az igazság, hogy a Skywalker ekkora már eléggé kiapadt ahhoz, hogy végre teljesen elszakadjunk tőlük. Nem mintha a Disney Lucasfilm ezen ügyködne. A The Mandalorian és annak már bejelentett spin-off sorozatai mind ezt a korszakot járják be, és a készülő filmek közül az, amelyiket már leleplezték, a Patty Jenkins által rendezett Rogue Squadron is a Skywalkerek idején játszódik majd. Pedig ha a játékokat nézzük, a Kotor bebizonyította, hogy ez az univerzum rengeteg olyan érdekes történetet rejt, ami semmiben sem köthető a Skywalkerekhez. Minden esetre mi optimisták vagyunk, Taika Waititi és Kevin Feige is Star Wars filmen dolgozik, és tőlük tényleg valami eredetire számítanánk. Továbbá a bejelentett sorozatok között is találunk olyat, például a The Acolyte-ot, ami egy nem ismert szegletét fedezi fel a messzi-messzi galaxisnak. Ti hogy látjátok a Star Wars jövőjét? Ti is szívesen elszakadnátok már a jól ismert karakterektől? Írjátok meg a kommentek között. Védernek pedig köszönjük szépen a kérdést, természetesen az IGN Shop felajánlásával ő is ajándékot kap, méghozzá a pizzai Ferde tornyot, no nem az eredetit, hanem annak 3D-s puzzle-ből összerakható világító mását. A shopba amúgy is érdemes felnézni, ugyanis sok mással együtt most a 3D-s puzzle-öket is akciós áron szerezhetitek be. Ne feledjétek, a továbbiakban is várjuk a kérdéseket ez alá a videó alá a hét kérdése hashtaggel, igyekszünk majd válaszolgatni rá, a jövő héten pedig újra találkozunk a starttal. Addig is, sziasztok!